Főként az idősebb korosztály tagjaiból álló szimpatizánsok jelentek meg a Gyurcsány Ferenc által tartott lakossági fórumon. A DK elnöke arról értekezett, a bevándorlás nem veszélyezteti hazánkat, és Európának sem ez a legnagyobb problémája. Véleménye szerint a május 26-ai európai parlamenti választás tétje, hogy Magyarország eltávolodik az Uniótól, vagy még szorosabb együttműködés jön létre a nemzetállamok között. Sőt, kívánatosnak tartaná az Európai Egyesült Államok létrehozását. Hozzátette, ehhez az kell, hogy minél több Európa párti képviselő jusson be az Európai Parlamentbe. Gyurcsány Ferenc ugyanakkor beszélt a párt választási programjáról, a Szociális Európáról, mely bár kísértetiesen hasonlít a szocialisták programjához, ahhoz mégsem volt elegendő, hogy teljes legyen a DK-MSZP összeborulás. Pártja és a Jobbik között azonban teljesnek tűnik az összhang. Most nagyjából december óta tényleg intenzívebb az együttműködés. Én nem látok azóta olyan megjegyzést, szöveget parlamentben, parlamenten kívül, amit a szemükre vethetnék, azzal együtt, hogy mondjam, ez egy komoly kihívás valamennyi demokratikus pártnak, de minthogyha, hogy mondjam, sokat oldódtak volna a görcsök, elsősorban a választókban, és ha a választókban oldódnak a görcsök, akkor nekünk kötelességünk nyitottabbnak lenni egymás iránt. Ennek a nyitottságnak a jegyében fűzik egyre szorosabbra a DK és a Jobbik közötti együttműködést. Gyurcsány Ferenc még attól sem tart, hogy a simulékonyság miatt a DK elveszítheti a szavazóbázisát, annak ellenére, hogy a fórum résztvevői is abból a rétegből kerültek ki, akiket Silvahi Máté, a Jobbik Média Alapítványának kuratóriumi elnöke, Farhád kommandónak nevezett. Igaz, akkor a saját nyugdíjas korú szavazóikra utalt.